liszt, cukor, olaj, akkor konzervek, akkor azért mi vettünk egy kis, mivel üdésekről van szó, egy kis kekszfélét, tehát egy kis édességet. Az Alba Régia Nyugdíjas Egyesület elnöke sorolja, mi mindent gyűjtöttek össze az elmúlt hetekben az egyes klubok tagjai. Több száz kilónyi tartós élelmiszert pakoltak hétfő délután be az autókba a Lövölde utcai szolgáltatóháznál. Az adományok a Csapi Nyugdíjas Klubokhoz kerülnek most, onnan osztják majd tovább őket. Nem azoknak fogjuk adni, akik oda jönnek és segítjük, hanem az ott lakó nyugdíjasoknak, akiknek egy hasonló szervezetük van valami hét városban, meg faluban, ahol hát nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, és nagyon-nagyon kicsi nyugdíjjal. A most összegyűjtött adományokat Deák Lajosné és Juhász László önkormányzati képviselők koordinálásával szállították a magyar-ukrán határ mellé. Nyugdíjasok kértek tőlünk Kárpátaljára segítséget, kimondottan magyar lakta területre fognak kerülni, időseknek a mindennapi megélhetéseket támogatunk. Az itteni nyugdíjas klubok tényleg mellénk álltak és támogatnak ebbe a rendezvénybe, ebbe a felkérésbe. Remélem, hogy mindenkinek egy kicsit örömet tudunk szerezni. Juhász László magánemberként a háború kitörése óta heti rendszerességgel szállít adományokat a határra és Kárpátaljára. Mint mondja, nem csökkent az adományozási kedv az elmúlt hetekben sem, ugyanakkor továbbra is minden felajánlásnak megtalálják a helyét. Mondja, 30 ezer forintnak megfelelő rivenya, hogy a kintiek mondják, az ottani átlag nyugdíj, és egy olyan háznak a befűtése télen, ami 18 fokon volt éjjel-nappal tartva, 80 négyzetméteres, 35 ezer forint volt csak a gázszámla. Ezzel azt gondolom, elég sok mindent elmondtam, de még egy nagyon érzékeltető példát mondok, hogy egy hasonló nagyságrendű város, mint Székesfehérvár, Ungvár, ott 110 ezer laknak, ott ebben a pillanatban is 30 ezer menekült van Ungváron, Székesfehérváron 150, tehát ez megint egy hasonlat, és igen, ahogy mondhatnánk, hogy a legnagyobb szükség folyamatosan a tartós élmiszerre van. Az adományokat továbbra is várják Fehérváron több helyszínen is. Az Alba Bástya nemrégiben egy kis okost is közzétett a közösségi oldalakon, mikre van elsősorban most szükség. Ugyanakkor továbbra is él a város adományszámlája is, melyre szintén várják a felajánlásokat, melyekkel szintén a háború elől menekülteket segítik.